A műsorszám támogatója az Eres Bútor. Ha bútort keres, Eres. I've been out of sight. I've been worried about you lately. Running out of time. Wishing you would come and save me. Cause I don't wanna roll with it. Yeah, yeah. Trying to get control of it. Yeah, yeah. Why can't I let go of it? Yeah, yeah. Gotta find somebody. Jól ültem bele, vagy hát mutasd, nem látom a szoknyától. Ja, várjál, hát mert a legjobb ruhámat jöttem, azt nem mondtad, hogy... Igen, itt támasztod a lábad, igen. A térded, látod, és ül szépen egyenes háttal. Szóval az a gyerek, aki 0-24-ben tanul, akkor neki ilyen szépen... Van olyan gyerkőc, Ági, aki 0-24-ben tanul? Biztos, de nem tanul. Az én fiam. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen gyerkőc. Figyelj, csak iskolakezdésre megvagytok bútorilag? Abszolút, elindultunk, harmadik osztályosok lettünk. Csak nagyon... még nincs hol megírja a leckéjét a szegény gyerek. További támogatóik. Eres bútor áruházak. Ha bútort keres, Eres. When I show up, they all start running. Oh, and I don't know what's happening. Nothing like you've ever seen. No, I guess my blood is green. And I never found my place to be. Can't believe it. Ági, stílusban miben gondolkodsz? Én nagyon szeretem egyébként a színeket, és Patrik is. Úgyhogy például ez a színösszeállítás, ez annyira tetszik, hogy ezt nem ifjúsági szobának, hanem egyébként egy nappalinak is egy el nappalinak, tudnám képzelni. De egyébként tényleg ez a színárnyalat szerintem nagyon hódít most. Igen, alapvetően ezek az intenzívebb színeknek a megjelenése, ez mindenféleképpen egy jelenleg aktuális irány. Azt gondolom, hogy a fő bútor elemek azok időtálló, a faszín különböző irányai kombinálva a fehérrel, ez egy jó alap, és onnantól kezdve a kárpitoknak a variálásával, a belső kiegészítőknek a variálásával egy olyan fajta színpompát lehet varázsolni, ami végeredményben ad egy intenzív harmóniát az egész szobának. Egy iskolás gyerkőcnek milyen bútordarabokat válogassunk össze? Ugye az egyik legfontosabb újdonság egy gyerekszobához képest, hogy megjelenik az íróasztal, hiszen ugye az oktatáshoz, a tanuláshoz szükséges mindenféleképpen egy megfelelően kialakított tanuló sarok. Ahol igen, ugye... amire nem ülünk, hanem ahhoz egy székre is szükségünk van. Így van, tehát ebben a formában nem feltétlenül tökéletes a tanulás, mint ahogy én használom az íróasztalt, de egy megfelelően menő szék az mindenféleképpen jó választás. Én azt javaslom egyébként, hogy ezzel kapcsolatban érdemes olyan széket választani, amiben jól érzi magát, amiben szívesen ül a gyermek, hiszen ott sok időt kell tölteni, a tanulás ez egy fontos része a dolognak. Általában a gyerekszoba kicsi, tehát ott kell okosan berendeznünk ugye a teret. Milyen variációkat találjunk ki, hogyan kombináljuk össze az egyes elemeket? Fontos az, hogy azok az alapok meglegyenek, ami szükséges a funkciók betöltésére, ágy, szék, asztal. De emellett ugye fontos az, hogy minden, ami csak lehet, az legyen praktikus, legyenek meg a tároló funkciói. Jó, hogyha mobilis elemeket is berakunk, mint például ez a puff, ami úgy kombináljuk, ahogy szeretnénk, úgy építkezünk bele, ahogy szeretnénk. Ahogy én ismerem a saját fiamat egyébként, ő csak ezt használná. Tehát, hogyha nekünk lenne, ő ezen hason, háton játszana, olvasna, mindent ezen igen, csinálna. És akkor ide tologatná, oda tologatná, így rendezné, úgy rendezné, és akkor tulajdonképpen még a forgószékről jutott eszembe egyébként, hogy azért a határait az én fiam például nagyon szereti feszegetni, hát ebből szerintem kirepülne. Ezek a székek azért már úgy vannak kialakítva, hogy megfelelően a mindenféle biztonsági körülménynek megfeleljenek, de hát azért nyilván egyfajta racionalitást a használatában azért muszáj szabni. Alapvetően tényleg stabilak, biztonságosak, úgyhogy... Igen, érzem, és most 9 évesen már meg fogja érteni szerintem, hogy ez nem egy játékszer. Figyelj, biztonsági jövés kényszer zubbony, meg vagy. Köszönöm szépen ennyi. A jó tanácsot, Anett! I'm the obsession, you know that's right. My favorite place to travel is still your mind. I like to play your game just with my own rules. I'm not the girl you love, but I am your muse.
Ági, hát nem feltétlenül az étkező asztalnál ülünk, azt mondtad, hogy Patrikot szokott tanulni veled, miközben te serénykedsz a konyhában. Egy nappali, viszont a nappaliban is lehet együtt tanulni a gyerkőccel, ugye? Igen, a nappaliban ugye jelen pillanatban, a home office időszakában ugye eleve hasznos, hogyha van egyfajta munkaállomás, és ez a tanulásra is tökéletesen alkalmas. Tényleg valóban azért ez egy jó dolog, amikor olyan közös életterek jönnek létre, ahol több funkció egyszerre tud működni, ha nem is együtt, de egymás mellett, tehát azért az akkor is ad egyfajta többletet, amikor egy légtérben tudunk lenni. Érzed, hogy ott szuszog a gyerek és tanul, és te pedig tudsz mással foglalkozni közben. Szerintem lányos, de egy ifjúsági szobának is elmenne, de ahogy ugye beszélgettünk, tényleg lehet, hogy jó színekkel egy kis fiús ifjúsági szobát is lehetne varázsolni belőle. Igen, mindenféleképpen ez egy fiatalos, modern összhatást ad, és ahogy beszéltük is már, hogy a kiegészítőkkel nagyon el lehet vinni egyik vagy másik irányba, hogy ez tematikus legyen egy lány vagy egy fiú szobának. Tehát ilyen értelemben eléggé könnyen tudunk változtatni az összhatáson, amit végeredményben megkapunk ebből a szobából. Annyira jó veletek itt beszélgetni a kanapén, de tovább kell rohannom. Miután berendeztük a gyerekszobát, most megnézem, hogy milyen kütyükkel meg írószerekkel tehetjük a gyerekek tanulását könnyebbé. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy hamarosan belevetjük magunkat a gyermekkészítésbe. Nem! Tehát, hogy ezt is mondhatnád. Nem! Mert akkor legyen még egy gyerekünk. Nem! Legyen még egy gyerekünk. Na, megpróbálom elmondani.